Sziasztok! Remélem jól vagytok. Most jön egy új francia lecke. Où suis-je? Hol vagyok? Où suis-je? Itt vagyok. Látjátok, hol vagyok? Où suis-je? Où suis-je? Je suis à Venise. Valenciába vagyok. Je suis, én vagyok, à Venise. Valenciába. Où vas-tu? Hova mész? Où vas-tu? Hova mész? Je vais à la pharmacie. A patigába megyek. Ami pont ott van. A patikába megyek, az úgy van, hogy je vais, én megyek, à la pharmacie. Patikába. Pharmacie, az a patika. Je vais à la pharmacie. Tu vas y faire quoi? Ott mit csinálsz? Tu vas, te mész. I, az a helyet rakjuk, hogy megint azt mondjuk, hogy patika, szóval pharmacie. Tu vas faire quoi à la pharmacie? Azt is lehet mondani, hogy mit csinálsz a patikában. De az, hogy tu vas y faire quoi, az azt jelenti, hogy ott mit csinálsz. De tudjuk, hogy a patikáról beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy y. Tu vas y faire. Faire, az csinálni. Quoi, az a mit. Donc, tu vas y faire quoi? Tu vas y faire quoi? Mit, ott mit csinálsz? Je vais acheter des préservatifs. Vagy je vais acheter des capotes. Ami azt jelenteni, hogy óvszert fogok venni, vagy gumit. Szóval je vais acheter, az azt jelenti, hogy én fogok venni. Je vais, én fogok, acheter, az a venni, acheter. De kapott, azt úgy mondják, amikor ilyen fiatalok beszélnek, mondjuk nem is csak a fiatalok, mert én is azt mondom. Kapott az a gumi. De a rendes szó a gumira az preservatív. 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 Szóval az a normális szó a gumira. Tu as un rendez-vous galant? Van egy ilyen gáláns randid. Ez franciául úgy kell mondani, amikor tényleg egy olyan randid van, olyan gáláns, azt hozzá lehet adni a randihoz, hogy tu as rendez-vous, azt is lehet mondani, hogy van egy randid. De amikor úgy mondjuk, hogy van egy gáláns randid, akkor már tudjuk, hogy egy ilyen pasiról van szó. Szóval tu as, neked van un rendez-vous, egy randid, galant, tu as un rendez-vous galant, van egy galant randid. Eh oui, hát igen, avec un d'entre vous, köztetek az egyikkel. Szóval, eh oui, hát igen, eh oui, avec, az azt jelenti, hogy vele, valakivel, avec, un d'entre vous. Szóval köztetek az egyikkel. Mondjad? Közületek. Miért? Azt nem lehet azt mondani, hogy köztetek? Nem, az két ember között van. Ja, oké. Közületek az egyikkel. Közületek az egyikkel. Oké? Na jó. Ennyi volt mára is. Remélem, hogy tetszett ez a lecke, és puszilom azt, aki filmezik. Sziasztok!
nevedet van.